Vettem a Pepco-ban egy ilyen kis Nikecel karácsonyfa alakú kis kúpot, és szépen ebből fogok most készíteni, vagy erre fogok készíteni sajtálat, méghozzá úgy, hogy teleszurkálom fogpiszkálóval, és feltűzködök rá egy csomó mindent, és annyira jól fog kinézni, úristen, alig várom. Egyébként ez nagyon olcsó volt, 700 forint volt a Pepco-ban, és ugye többször is nyilván fel lehet használni, majd körbetekerem szépen folpakkal, és akkor ezek a sajtok mennek rá, ezt a Penny-ben vettem, szarvasgombás sajt, teszek még rá mini mozzarella, illetve ilyen trikolor sajtot, ez kecske és tehén tejből készült, az Osamban találtam, nagyon-nagyon vagány szerintem, pont jók a színei is, megy még rá ilyen kis csemegeszelet, meg szerintem teszek rá fekete erdősonkát, paradicsom, olívabogyó, illetve vettem élő rozmaringot, végre találtam az Osamban, úgyhogy ilyet is fogok szépen beletűzködni, aztán még meglátjuk, hogy kell-e még rá valami, de nagyon-nagyon izgulok. Mennyire jól néz ki! Sajtácsonyfa! Sziasztok! Driving home for Christmas! Megérkeztünk Budapestre, 9 óra 20-kor indultunk, vagy valami ilyesmi. Megyünk haza szépen Veszprémbe, de előtte még beugrottam ide Pestre egy mobilházas céghez, meg akarok nézni egy házikót, aztán utána megyünk haza. Hát telepakoltam az autót, mert egyébként tegnap kész lett a Skoda. Elhoztam. Aztán megint kiírta, hogy alacsony a vízszint, úgyhogy fogtam és kicseréltem erre a Citroenre, aztán ezzel jöttem haza. Telepakoltam a kocsit, itt vannak a cuccaim, hát 3 éjszakát leszünk otthon, de ugye a Rafika is jön, meg itt vannak az ajándékok, az alma a mamáiknak, a Rafi cuccai, cipőm, mindenféle dolgok. Úgyhogy 3,5 nap otthon, aztán utána jönnek anyáik Tiszaújvárosba, és 30-án pedig megyünk a Rafival Szlovákiába. Jaj, de aranyos. Apa elmegy majd vadászni, mi meg anyával addig csajoskodunk egyet, meg tök várom, mert hoztam társasjátékokat is, úgyhogy most karácsonykor társasozni fogunk, úgy szeretek társasozni. Jaj, itt egy csomó bömbi szembe. Oh, ott vannak. Jaj, de szépek. Na de, megcsörgetem őket, hát ha már itt vannak, bemegyek, aztán irány haza. Brassói, apa csinált nekem brassóit. Úristen, de izgulok. Jaj, de szép a dekoráció. Szia, anya! Spekulációzós sajtorta. Úristen. Úristen, de guszta. Itt meg a brassóim, amit apa készített nekem. Úristen, ez a legjobb karácsony. Mm. Itt
van a krém, ami a tetején van. Ez meg a keksz, úristen, de fincsi. És az alapja miből van? Az alapja meg cukormentes spekulációs kekszből van, amit az Osamban tudtok megvenni meg. Azt hiszem az Aldiban is szokott lenni. Megjöttünk a mamáékhoz. Készül a rántott husi. Hello, papus! Igen. És ezt nézzétek. Nem bírjátok. Nem bírjátok. Figyelj. Figyelj. Itt vannak a sütemények, de nem is ez a lényeg. Hanem itt a kocsonyám. A kocsonyám. Nem bírom. Ott is. Nézd meg. Imádom. Van beigli, linzer. Ez azt hiszem ilyen kijevi süti, ez meg összenyomós. Tallérka, hú, de jó. Ja, itt is van kosárka, ú, mennyi minden van. Itt is van zserbó. Jaj, ezt várom a legjobban vacsorára, eszek is egyet. Megjött a Jézuska. Nem bírsz vele. Emlékszel, amikor egyszer elmentünk a csuka csárdába és megkóstoltuk a csigát? Na és ez az emlékkép nagyon sokszor eszembe jut, és muszáj volt, muszáj volt. Én amúgy mondtam, hogy én ezeket megkóstolnám, geci. És meg is fogom mindjárt. Ez mondjuk kibaszott undorító, de tücsök, az meg. Tücsök meg kukacok. Mi a faszom ez? Sáska. Mindig is sáskát akartam lenni. Felírja. Látod, most megkívánc? Olyan busztustalan, hogy amikor megfogtam, egyszerűen kiesett a kezemből. Hát, kezdem akkor a sáskával, nem? Oké, okay, megkóstolod most? Nagyon izgalmas. Aha, mert ez így, még így egybe is van. Aztán... Úristen. Olyan, mint a hal, szárított hal. Megkóstolom. Hölgyek el. Új. Milyen? Nincs ide, bors ide van. Amúgy nem undorító, sima bors ide van, meghatod? Olyan, mint hogyha izét ennél. Úgy az lárnya, nem annyira jó. Rák. Mint a ráknak a héja. Olyan, nem? Meg. Ez még ja, mozog. Nem, előtt. Fúj. Ez nem rossz. Nem látszik egészségedre. Sok rágó. Csillagy sajt. Van íze? Vagy milyen íze van? Hát, kocsolnak. Kicsit de többnek van íze. Te nem egy ilyen kis pici szar. Remélem. Új, nem undorító. Nem, egyébként így nem undorító. De. Nagyon undorító. Nem muszáj megenni. De. Szerintem undorító. Azt nem kóstolnám meg, mert az... Még kicsit így mozgatom olyan is, mint hogyha még élne. Minden van. Mert nem kért, anya? Nem. Viszont ez finom. Ez viszont csak finom. Csak csukott szemben lenném meg, ha nem tudnám, hogy... Ez miért. Viszont rendesen, mert ez chili lime-os. Na jöhet a tücsök. Ennek tudod milyen íze van? Ez neked íze lett, tudod milyen? Nem. Mint a... Tudom, az a korn íze. Nehogy neki, az. Ez meg... Oregános, paradicsomos tücsök. Fúj. Ne nézd! Bele is gondolok. De amúgy meg a... Ez is finom, nem kosod meg? Finom. Amúgy esküszöm. Hát te soha fűszer íze van. Nagyjából ki van ízével, csak kubom ütőítól, tudod. Hát igen. Amúgy kinézd meg, hogyha belegondolsz, hogy... Ezek életre kelnek benned. Dehogy is! Már tudod, mikor itt tudsz. Nem. A jelre várunk. A jelre. Jaj, te! Igaz? Levél jött Názárendől? Nem. Visszajött a vissza. El vagy itt teljesen kényeztetve. És milyen büszke magára. Most értünk haza a Rafi kutyával, már nyomtam be kis ambiansz zenét, karácsonyi zenét. Nézzétek, milyen cuki. A YouTube-on ez live-ba megy. Megy már le szépen a napocska, itt a Rafi kutya. Én meg előkészültem gyorsan, mert anyáik szerintem egy 40 percre vannak innen körülbelül, és jönnek, és itt fogják tölteni a következő 5 napot, vagy 4-et. Rafi kutya nagyon örül, hogy hazajöttünk, tök jól el voltam a máiknál. Nem videóztam
egyáltalán nem videóztam, mert nagyon jó kis meghitt karácsony volt most ez, úgyhogy el voltunk a családdal, Instára tettem fel egy-két dolgot, de nem a YouTube volt most az elsődleges. Viszont Rafi kutyával a mamánál aludtunk, ott is bontotta ki a kis ajándékait, és nagyon-nagyon jól érezte magát, amíg én otthon voltam, addig fent voltam a mamáiknál a szobában, mert ugye Ramszesz kutyával annyira nem jön, hát nem is az, hogy nem jönnek jól, nem vesznek össze, csak Ramika nagyon domináns, a Rafi azt meg nem szereti. Úgyhogy most értünk haza, most még nagyban megy az örömködés, hogy végre itthon lehet, és nem idegen, hát idegen helyen. De a mamáik is nagyon cukik voltak, tényleg ők is örültek, hogy ott vagyunk, meg a Rafi kutya is ott van. Jól van, ez az egyik karácsonyi ajándékod? Aztán most gyorsan bekapcsoltam az összes karácsonyi világot, meg meggyújtottam a gyertyákat, kiszellőztettem, illatosítottam a kislakásban is, mert anyáik ott fognak aludni, azt is nagyon kedvesen feldíszítettem, úgyhogy már alig várom, hogy megérkezzenek és lássák. Aztán hát gondoltam rá, hogy csinálok egy sajtálat, de gyerekek, annyira büdös a hűtő, a sajtoktól, hogy ha kinyitom, akkor az egész lakásban istáló szag lesz. Úgyhogy meg akarom várni, hogy megérkezzenek, hogy érezzék a jó illatot, a friss, tiszta lakás illatot. Aztán majd utána, hogy lesznek, akkor kinyitom a hűtőt, és szerintem meg is csinálom a kecske sajtból megint ezt a vipped, ezt a krémet. Egy az, hogy ne legyen már kecske szaga a hűtőben, kettő nagyon-nagyon finom, úgyhogy szerintem azt elkészítem. És megint olyan szépek a fények, nézzétek! Most, hogy megy le a napocska, hát remélem még ide érnek világosban. Ja, úgyhogy összességében nagyon-nagyon jó volt az idei karácsony, az ajándékokat is annyira jól mindenki eltalálta. Én is, anyáik is, Marci is, tényleg nagyon-nagyon szuperül sikerült, mindenki olyat kapott, ami abszolút hasznos, és amit szerettünk is volna. Én például... Jó, na, nem mindegyik, azt mondom, hogy úgy hasznos, de nekem igen. A Marcitól kaptam... egy Harry Potteres Cluedo-t, gyerekek, amit kipróbáltunk most, játszottunk vele pár kört karácsonykor, és nagyon-nagyon szuper, hát ugyanolyan, mint az eredeti Cluedo, csak kicsit más a megnevezése a dolgoknak, ugye Harry Potteres. És hát megkaptam, amire vágytam. Ez itt a Harry Potter könyv kollekció angol nyelven, ilyen csodálatos dobozban, hát nézzétek meg, nézzétek. És a kis könyvek is kedves, csillagosak, ennek nagyon-nagyon örültem. Olvastam már a Harry Potter könyveket angolul, de így össze-vissza, meg mindig gépen, és az ugye annyira nem kellemes, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy végre megvan könyvformájában is, ezt annyira fogom óvni, hogy még az én unokáim is olvassák. Muszáj leszek nekik átadni a Harry Potter lászt. Aztán kaptam még egy könyvet, ez pedig a Manifestáció című könyv, ezt biztos láttátok már, most ez nagyon-nagyon divat. Mindenki ezt olvassa, Amerikában is. Én is gondolkodtam, hogy megrendelem magamnak, úgyhogy nagyon örültem, hogy a Marcitól megkaptam. Ez egy 2022-es könyv egyébként, már beleolvastam, és nagyon-nagyon szuper lesz. Nem egy ilyen túl bonyolított, idegesítő, manifestálós könyv, hanem tényleg egy alapvető útmutató mindenkinek, ez rá is van írva egyébként. Itt van a leírása, és az Édesvíz kiadónál lehet megrendelni. Egyébként ez az egyik kedvenc könyvkiadóm, az Édesvíz kiadó, mert rengeteg ilyen spirituális könyv van fent náluk, úgyhogy majd nézzétek meg mindenképpen. 7 lépés a lehető legjobb élethez, ebben ilyen kis gyakorlatok is vannak, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas. Jaj, ez a legszebb, erre nagyon fogok vigyázni. Hiszen anyáiktól is kaptam egy társasjátékot. I Know, az a címe. Ez is egy nagyon szuper játék, viszont elég nehéz. Tehát ebben ilyen kérdések vannak a világban mindenféle témával kapcsolatban. Például ki kell találni, hogy melyik híresség volt egy pár leírás alapján. Szóval tényleg egy kicsit nehéz, és nagyon tájékozottnak kell hozzá lenni, de annál jobb, mert egyébként az ember rengeteget tud belőle tanulni, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örültem. Ezt is játszottuk Marcinak, szerintem ezt tetszett a legjobban. És még amit meg akarok nektek mutatni, az itt ez, a kis bundle, ezt is anyáiktól kaptam. Már többször említettem, hogy szeborrás a bőröm, és ugye anya mondta, hogy igazából ez is hasonló, mint a rozácia abból a szempontból, hogy meg kell próbálni a lehető legtöbb természetes dolgot használni, vagy természetes alapanyagot, anyagot.
És ezért kaptam természetes mosódiót, légfrissítőt, mosóparfümöt, szódabikarbónát, és ennek nagyon-nagyon örültem. Pont most kezdtem el egyébként nézegetni az Ecofamily-ben ezeket, csak még meg akartam várni, hogy elfogjon itthon a mosószerem. De látjátok, ezért mondom, hogy akármelyik ajándékra ránéztem, mindegyikről az jutott eszembe, hogy most akartam ilyet venni, úgyhogy nagyon-nagyon örültem nekik, és ezeknek biztos, hogy nagyon jó illata is lesz, mindjárt befújom a légfrissítővel a szobát, és ilyenek a mosóparfümök, ebből kaptam egy ekkora kiszerelést, illetve kis miniket is, gondolom ezek ilyen kis próba illatok. Aztán az Herbs Garden-től választották ezt a kecsketejes levendulaszappant, illetve kettő natur kozmetikumot. Ez egy micellás tonik hibiszkuszos, a másik pedig egy krém zsíros bőre, szintén hibiszkuszos, úgyhogy ezek most mennek bele a napi rutinomba, nagyon kíváncsi leszek, de annyira örültem mindennek, úristen! Na, úgyhogy most így néz ki a lakás, szépen készülök anyáik érkezésére, Rafi kutya is úgy látom, gyorsan még elpakolok, aztán mehet karácsonyi zene. Nézzétek ezt a naplementét. Hello! Sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! Megint kaptam Mikey barátomtól egy nagyon szuper sajtot, kecske sajtot, úgyhogy készíteni fogok most anyáiknak reggelire is egy kecske sajt krémet. Itt van a sajt, egyszerűen csodálatos. Ez most inkább olyan fetás jellegű, de mindjárt megkóstolom. Úristen! Nagyon-nagyon finom. Ezt szépen belepakolom egy csupperbe. Hozzáadok egy kis vajat, és úgy fogunk készíteni sajtkrémet. Fú, de jól néz ki, úristen! Teszek rá egy kis pekándiót. Mert a kedvenc faszalt gyümölcsöm vörös áfonya. Nagyon jól néz ki, ez lesz majd az előétel, és csinálok még sajtot, szerintem egy kis sajtálat. Ide is teszem, hogyha jönnek, akkor tudjanak falatozni. Ezúttal lezárom a 2023-as évet. Nagyon szépen köszönöm, hogy egész évben velem tartottatok a csatornán. Remélem, hogy mindenkinek jól telt az éve, de hogyha nem, akkor ne aggódjatok, mert a 2024-es év az egy nagyon szuper év lesz. A számmisztikában ez egy 8-as év, ami nagyon-nagyon sok szuper dolgot rejt magában. Sikereket, boldogságot, sok-sok zsetont, fejlődést, egyensúlyt, belső békét, és kívánom nektek, hogy mindez sikerüljön, érjétek el az álmaitokat, céljaitokat 2024-ben, és remélem, hogy itt lesztek velem jövőre is. Sok-sok puszi nektek, és boldog új évet! Sziasztok!